Főhajtás. Berta József 56-os várpalotai mártír emléke előtt tisztelegtek. Csendes ünnepi hét. Fokozott rendőri jelenlét volt az ünnepek alatt Várpalotán és környékén. Tarifa. Február 1-től változnak a Bakonyvolán helyi járati viteldíjai. Cintányéros cudarvirág újévi gála Várpalotán. Szabályos közlekedésre tanítanak az óvodások. Jégről mentési gyakorlat Siófokon. Tisztújító közgyűlés tartotta a Balatoni Turizmus Szövetség. A hírmozaikot látják, jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! A Szent Imre utcában felállított emléktábla előtt gyűltek össze a Palotai Turultársaság tagjai és civilek, hogy közösen emlékezzenek az 1956-os várpalotai mártírra, Berta Józsefre január 2-án. Az összejövetelen Schmidt Ferenc, az Országos 56-os Szövetség tagja mondott beszédet, majd a megemlékezők koszorúkat és mécseseket helyeztek el az emlékhelynél. Szürke falakon túl messze gyertyák gyúlnak, ünnepi harangok imára kondulnak. Komor szájunk szélén keserű vonások, hallod, Názáreti, súlyosak a láncok. Lüktető városok élete csendesül, millió gyűlölet könnyekké szelidül. Kiégett szívünkön már nem csordul bánat. Hallod, Názáreti, megtörték a vágyak. Géretz Attila karácsonyi ének a börtönben című verse is elhangzott Gábris József előadásában azon a megemlékezésen, melyen az 1956-os várpalotai mártírra Berta Józsefre emlékeztek a Palotai Turultársaság tagjai és a jelenlévők január 2-án. A Szent Imre utcában található emléktábla előtt az Országos 56-os Szövetség tagja Schmidt Ferenc elmondta, 1956 egy olyan jelentős történelmi eseménye a magyar népnek, amely a legközelebb esik jelenkorunkhoz. Hangsúlyozta, napjainkban élvezhetjük a biztonságot, és hogy vannak barátok, akikkel közösen visszapillanthatunk erre a nagy történelmi eseményre. Azonban arra is fontos gondolni, hogy hány család, hány anya és apa szenvedte el 1956-ot és az azutáni időszakot, melynek Berta József is áldozatául esett. Ha Berta Józsefre gondolunk, akkor önkéntelenül arra gondolunk, hogy előtte karácsony volt, aztán jött az új év, és íme az ő új éve, az így kezdődött. Pedig biztos gondolataiban ő is a családjánál jár, ő is karácsonyra gondolt, az újjászületésre gondolt, a remény éltette őt is az új esztendő napjába, és sajnos ma példaértékűen tekintünk rá, hősnek tekintjük, emlékezünk rá. A megemlékezésen Németh Máté és Gágó Zsófia egy rövid műsor keretében adott történelmi áttekintést az 1956-os várpalotai eseményekről és Berta József személyes meghurcoltatásáról. Berta József az 1956-os forradalom idején Várpalotán teljesített sorkatonai szolgálatot, majd bekapcsolódott a helyi forradalmi eseményekbe. A megtorlás során szervezkedés vezetésének vágyával először életfogytiglanra, majd másodfokon halálra ítélték. 1958. január 2-án kivégezték, élt 24 évet. Berta Józsefet 1990 után posztumusz honvédőrnaggyá léptették elő, majd 1996. október 23-án emléktáblát avattak Várpalotán az 56-os mártír tiszteletére a Szent Imre úton. A városi megemlékezés végén a megjelentek koszorúkkal és mécsesekkel tisztelegtek az 56-os hős emléke előtt. A várpalotai rendőrkapitányság illetékességi területén kedvezően alakult a közbiztonsági és közlekedésbiztonsági statisztika az ünnepek alatt. Ez azt jelenti, hogy a fokozott közúti ellenőrzéseknek és rendőri jelenlétnek köszönhetően a szabályok betartása volt az elsődleges az állampolgárok számára. Így a karácsonyi és szilveszteri időszak csak egyetlen esetben hozott személyi sérüléssel járó balesetet.
Karácsony és szilveszter ünnepnapnak számít, de azoknak, akik a mindennapokban 24 órán keresztül vigyáznak, segítenek rajtunk munkával telik. Nem volt ez másképp a várpalotai rendőrkapitányságon sem. Az ünnepek alatt érkezett bejelentésekről és intézkedésekről Bartók Judit százados, megelőzési előadó, a várpalotai rendőrkapitányság munkatársa nyilatkozott. El kell, hogy mondjam, hogy nagyon szerencsések voltunk most így a karácsonyi ünnepek alkalmával, mivel szerencsére nagyon nyugodtan, békésen teltek az ünnepek, kirívó eseményről, vagy kiemelt eseményről nem érkezett bejelentés, ami nagy mértékben köszönhető valószínűleg annak is, hogy a polgárőrség is komoly szolgáltatást hajtott végre az ünnepeket megelőző hétvégéken, a bevásárlóközpontok parkolóiban a piacokat rendszerint visszatérően ellenőrizték, és folyamatosan jelen voltak a kollégák is, és a rendőri jelenléte biztosítható volt az, hogy a bűncselekményeket megelőzhessék. Az ünnepek alkalmával karácsony időszakában egy esetben érkezett bejelentés a tevékenységirányító központhoz, mely egy közlekedési baleset volt. Ez ősi belterületén történt, amikor egy gépjárművezető elveszítette a uralmát a jármű felett, az megcsúszott, és egy ház kerítésének ütközött. Annak csapódott, a balesetben sérült személyt a mentő elszállította, de egyéb más olyan cselekményről nem érkezett hozzánk bejelentés, amire a kollégáimnak intézkedni kellett volna. Szilveszterrel kapcsolatban pedig el kell, hogy mondjuk, hogy tűzijátékkal, egyéb pirotechnikai eszközzel kapcsolatos olyan jellegű bejelentés nem érkezett, amihez intézkedni kellett volna a kollégáknak, sérülésről nem szereztünk tudomást, illetve el kell mondjam azt, hogy néhány olyan bejelentés érkezett, amiben a jelentőfelek közölték a bejelentést vevő kollégával, hogy zavarja a tűzijáték, vagy egyéb pirotechnikai eszköz használata, de ez az ünnephez tartozik, úgyhogy ezt tudomásul véve tulajdonképpen nyúlomba telt az új év. A rendőrszázados tájékoztatása szerint az elmúlt időszakban 4 olyan nyomozás ért véget a várpalotai kapitányságon, melyet a veszprémi városi ügyészséghez továbbítottak vádemelési javaslattal. Ezek mind olyan bűncselekmények, amelyek az év során sértett feljelentés alapján, vagy a rendőri eljárás, rendőri jelentés alapján indult, vagy kezdeményezett feljelentés volt. A napokban az erős lehűlés fagypont közeli hőmérséklet miatt fokozott óvatosságra inti a rendőrség a járművel közlekedőket. Rendszerint tanácsolni szoktuk az autósoknak, hogy gépjárműveikkel mindig úgy induljanak el, hogy lehetőség szerint az üzemanyagtartály az teletankolt állapotban legyen, a telefonjaik legyenek feltöltve, illetve segélyhívásra alkalmas állapotban legyenek, illetve hogyha lehetőségük van rá, gépjárművekben mindig tartsanak meleg takarót, vagy egyéb olyan ruhaneműt, amivel ha esetleg olyan helyzetbe kerülnének, hogy elakadnának, vagy bármi más forgalmi helyzetbe kerülnének, akkor a fázás, a megfagyás ellen tudjanak védekezni. Javasolni szoktuk még azt, hogy készítsenek be egy hosszabb útraindulás előtt kellő mennyiségű folyadékot, és ez megoldható, akkor meleg védőitallal tegyék ezt. 2014-ben számos előadással, különböző akciókkal várta a városlakókat a várpalotai rendőrkapitányság. Ez az év is hasonlóan indul. Január 14-én nyílt nappal várják a pályaválasztás előtt álló fiatalokat. Jövő héten szerdán 10 órától szeretettel várjuk azokat a középiskolásokat, illetve szüleiket, törvényes képviselőiket, illetve középiskolás pedagógusokat, akik esetleg érdeklődnek a rendőri pálya iránt. Mivel a kollégáim olyan hasznos tanácsokat tudják ellátni a fiatalokat, illetve a hozzánk érkezőket, akik tájékozódhatnak arról, hogy hogyan válhatnak rendőrré, mik az egyéb feltételek, és milyen olyan lehetőségeket tudnak megragadni, amivel esetleg pluszpontokat szerezhetnek, vagy egy picit könnyíthetnek a felvételi elvárásokon. A kollégám mindenképpen úgy állítja majd össze a pályaválasztási napra a programot, hogy egy picit színesebbé teszi a bemutatást, a rendőri pályát egy picit közelebb hozza majd a látogatókhoz, és kedvet ébreszt arra, hogy rendőré váljon bárki is. Ezen a napon lehetőségük nyílik a fiataloknak a rendőri hivatás megismerésére. Február 1-től változnak a Bakony-Volán ZRT helyi járati viteldíjai. Az egyvonalas havi bérlet 3750 forintba, az összvonalas havi bérlet 4920 forintba, a nyugdíjas és tanuló bérlet egyaránt 1770 forintba kerülnek.
A menetjegyeket elővételben 210 forintért, a gépkocsi vezetőknél 260 forintért lehet megvásárolni. A régi 200 forintos áron megvásárolt helyi elővételi menetjegyeket február 28-áig lehet majd felhasználni, illetve 10 forint ráfizetéssel új menetjegyre cserélni december 31-éig. A Bakony-Volán január 31-éig a tavaly érvényes tarifák szerint határozza meg a helyi járati viteldíjakat. A kismértékű áremelést várpalota város önkormányzati képviselőtestületének 189/2014-es számú határozata alapján hajtja végre a tömegközlekedési cég. Cintányéros Szudarvilág címmel zenés táncos mulatsággal köszöntötték az új évet a Jószerencsét Művelődési Központban múlt szombaton. A teltházas gálaesten közismert musical és popslágerek, valamint operett részletek csendültek fel két felvonásban. Színpadra léptek a Budapesti Operett Színház művészei Laki Péter és Szelle Szilárd, de nagy sikert aratott Széles Zoltán és Berkes Dániel, valamint városunk kitűnő énekművésze Szabó Szilvia és az általa vezetett musical és operett kurzus tehetséges növendékei. Az est sztár vendége sokak kedvence Falusi Marian volt, aki csodálatos hangjával kápráztatta el a közel 500 fős közönséget. A látványos, táncos produkciókkal kiegészített két órás gálaműsorban a Boldogság duett, a Jégvarázs népszerű betétdalai, valamint a Marica grófnő, a Csárdás királynő, a Csókosasszony és a Vígözvegy jól ismert dallamai is felcsendültek. Az Ovizsaru program keretében ismerkedtek játékos báb előadás formájában a Kresszel a Kölyökvár óvoda nagy csoportosai. A bábjátékot Pintér Mária az intézmény óvodapedagógusa írta, melyben olyan szituációk jelentek meg, melyekkel nap mint nap találkoznak a gyerekek a közlekedés során. Az előadott mesét az óvodások nagy tapssal fogadták. Az intézmény Pintér Mária óvodapedagógus vezetésével már évek óta részt vesz az Ovizsaru programban. Léghorgászt mentettek ki a Balatonból Siófoknál. A Somogy megyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság tűzoltói hajtottak végre szimulációs mentőakciót a tójegén. A gyakorlat lényege amellett, hogy a szakemberek felelevenítsék tudásukat, hogy fokozott óvatosságra intsék a lakosságot. Horgász sétál a jégen, léket vág a Balatonba, hogy pecázzon egyet. De mi van, ha nem elég óvatos, vagy nem méri fel jól a jég vastagságát, és beszakad alatta a biztonságosnak hitt, fagyott vízfelszín. Ezt a feltételezett szituációt szimulálta jégrőlmentési gyakorlata során a siófoki hivatásos tűzoltó parancsnokság. Csak a hatóság által engedélyezett helyen, és soha nem egyedül hódoljunk szenvedélyünknek, hobbinknak, sportnak vagy a horgászatnak. Mindenféleképpen készüljünk föl. Itt szintén ugye egyedül tartózkodást mellőzni kell. Egy feltöltött mobiltelefon mindenféleképpen ajánlatos. Ezt lehetőleg vízmentes helyen, zacskóba csomagolva próbáljuk magunknál tartani. Kikötők területén, tiltott helyeken természetesen nem szabad a jégre menni. Egyéb veszélyforrásként jelentkezhetnek a tó felületén keletkező úgynevezett rianások, vagy akár a Balaton felszíne alatt található hőforrások által kiolvasztott részek, vagy be nem fagyott részek. A Baross Gábor szakközépiskola tanulója riasztja a mentőcsapatot a pecás nagy szerencséjére. A felkészült tűzoltók a szabályzatot követve speciálisan ilyen esetekre rendszeresített kevlárborítású mentőpallóval végzik a mentést, amelyet a jégszilánkok sem vágnak vagy szakítanak ki. Állandóan gyakoroljuk ezeket a szituációkat, hogy hogyan tudjuk kimenteni a Balatonból a beleesett embereket. Hogyha sokáig tart a vonulás, megmondom őszintén, hogy az embernek nem túl sok esélye van a túlélésre, ezért is kell óvatosan bánni itt a Balaton jegével, mivel egy 15 percen belül szinte biztos, hogy kihűl az emberi test, akkor általában már csak a holttestet tudjuk kiemelni. Ha időben kiérkezünk, vagy pedig egy civil észreveszi, és vagy több civil is megpróbálják kimenteni a bajba jutottakat, akkor van esélye a túlélésre. A balesetet szenvedett férfit mentőkötélbiztosításával húzták ki, majd átadták a mentőszolgálat munkatársainak,
akik készenlétben várták a parton, hogy megkezdjék a szakszerű elsősegélynyújtást. Sok hasonlóan óvatlan ember, aki egyedül merészkedik a tó jegére, nem számíthat külső segítségre. Ilyenkor a hideg miatt fokozatosan tudat és szívritmus zavar állhat be, valamint leállhat a légzés és a keringés is. Ezért minél hamarabb a partra kell kerülnie. Az elsősegélynyújtás egy ilyen helyzetben, hogyha ő saját maga ki tud jönni a fagyos vízből, akkor abból áll, hogy a vizes ruháitól őt meg kell szabadítani, hogy a további lehűléstől megvédjük, vagy hát megvédje magát. Meleg takaróba kell csavarni, meleg folyadékot kell kortyoltatva itatni vele, illetve hát az ellátása ugye az ő állapotától is függ, hogyha olyan helyzetbe kerül, hogy nem tud saját maga kijönni a vízből, akkor nagyon hamar le fog az ő testhőmérséklete hűlni, úgyhogy életveszélyes állapotba kerül. Ha az intelmek ellenére a jégre merészkedünk, a jégfelület vastagságát kopogtatással vizsgáljuk meg, és kerüljük a repedéseket, töréseket. Ha megreped alattunk a jég, akkor feküdjünk hasra, hogy minél kisebb nyomással nehezedjünk a felületre, és lassú mozdulattal kusszunk a part felé. A hatóságok bíznak abban, hogy a téli örömök valóban megmaradnak örömnek, és nem alakulnak át tragédiává. Régiós identitás kialakítása, összefogás a Balaton turisztikai életének fejlesztése volt a cél, és ennek mentén tevékenykedik tovább a Balatoni Regionális TDM Szövetség. Tisztúító közgyűlésen számoltak be az elmúlt év eredményeiről, és megválasztották a szervezet új elnökségi és felügyelő bizottsági tagjait. Közös gondolkodásra és együttműködésre volt szükség a turizmusban a régiós széttagoltság miatt. Az összefogást kiválóan példázza a 3 éve alakult szervezet, mely a balatoni turisztikai egyesületeket tömöríti, és mára a Balaton idegenforgalmának jelentős szereplőjévé vált, mondta Hoffmann Henrik, a Balatoni Regionális TDM Szövetség elnöke Tihanyban, az elnökségi beszámolójában. A szövetség közgyűlésén Fekete Tamás alelnök kiemelte összegzésében a 2014-ben tavasszal és ősszel is sikerrel megrendezett Nyitott Balaton programsorozatot, mely nagy média visszhangot váltott ki. A helyi és országos médiumok éves szinten biztosították a Balaton népszerűsítését. Elérték kezdeti célkitűzéseiket a rendezvényekkel, hogy új szezonokat teremtsenek a Balatonnál a nyári szezon hosszabbítás helyett. A Balaton kínálata pedig régiós turisztikai termék lett, mondta. A leköszönő elnökség sikeresnek ítélte meg az elmúlt 3 évet, elismerve azt is, hogy az új vezetőségre számos megvalósítandó feladat vár. Forsthoffer Ágnes, a felügyelőbizottság leköszönő tagja számolt be az elmúlt évben végzett munkájukról, és bemutatta a szövetség pénzügyi helyzetének alakulását. A közgyűlésen újra választották a szervezet eddigi elnökét, Hoffmann Henriket, a siófoki fürdőegylet képviselőjét. Elmondta, ugyanilyen lelkesedéssel és nagyobb hatékonysággal kívánják végezni a munkájukat a jövőben. A legfontosabb feladatnak továbbra is a turizmus törvény megalkotásának elérését tartja, mely előkészítéséhez a szövetség aktív szakmai részvételt biztosít. Magyarországon nincs a turizmus irányítására vonatkozó igazi elképzelés. A turizmus irányítás szintje ugye jelenleg az önkormányzatoknál van, és ugye azt látjuk itt a Balaton régióban, hogy a Balaton régió legnagyobb problémája ma már nem az attrakciószegénység, nem a szolgáltatások silány minősége, hiszen jó szolgáltatók működnek, és én azt gondolom a tó természeti szépsége és az azt körülvevő infrastruktúra is már alkalmas arra, hogy nemzetközi szinten is versenyképes legyen a Balaton, mint turisztikai termék. Azonban ugye a jelenleg a turizmus irányító önkormányzatok a lényegüknél fogva tulajdonképpen alkalmatlanak a turizmus irányítására, hiszen a globális turizmus piacán ma már térségek versenye zajlik, és ezek az önkormányzatok ugye térségben nem tudják, nincs olyan szövetségi rendszerük, amely térségben tudnák elképzelni a turizmus irányítását. Mindenki saját maga teszi a dolgát, jobban, hol alkalmanként rosszabbul. És én azt gondolom, hogy ennek a távolságok áthidalásának, a valóban régióvá történő formálásának, a Balatonnak ugye az áloga csak a turizmus törvény lehet. A két alelnök a balatonföldvári Fekete Tamás és a keszthelyi Tar László lett. Az elnökség tagjai közé választották többek között Semsei Sándort, a Balaton Riviera Turisztikai Egyesület elnökét.
A tagszervezetek küldöttei a felügyelőbizottságot is megválasztották, melyben Dudás Zsolt, a Balatonalmádi Turisztikai Egyesület tagja ismét helyet kapott. 2015-ben is fontos projekt a május 1-e és 11-e közötti időszakra tervezett Nyitott Balaton programsorozat. A tihanyi közgyűlésen erről is döntöttek a küldöttek. Már folynak a tárgyalások a meglévő és a jövőbeni partnerekkel. Kedves nézőink, ennyi volt már a Hírmozaik. Legközelebb jövő hét pénteken várom Önöket újabb esemény összefoglalókkal. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, töltsék kellemesen az estét és a hétvégét, viszontlátásra!